köszöntünk mindenkit a Makláry Galéria nevében. Külön tisztelettel köszöntjük a Koreai Köztársaság nagykövetségének kulturális attaséját, a nevét nem merem kimondani, hol. És hadd mondjak annyit, hogy ez a kiállítás, ez a mai alkalom, ez a mai vernisszázs a galéria életében is premier. Mert hogy akik ismerik egy kicsit a Makláry Galériát, tudják, hogy Párizs az életében nagyon jelentős szerepet foglal el. Tehát eddig olyan művészeket állított, jelentős nagy művészeket állított ki, akik Párizsban éltek, élnek, életüknek egy jelentős szakaszát ott töltötték. Tehát valahol a magyar-francia kapcsolatok körében fogalmazódott meg a galéria tevékenysége. Párizst nem hagyta el a galéria, hű maradt hozzá, de annyiban premier, hogy egy ifjú, Párizsban élő koreai festőművésznőt mutatunk be ez alkalommal, sajátos képi világával. A keresztnevét már jól ki tudom mondani, Kyung-Ae. Igen. Sok szeretettel üdvözöljük őt is. És egy felkérem Mecsi Beatrix-et, akinek borzasztóan örülünk, hogy megtaláltuk Magyarországon azt, aki erről a világról, a koreai művészetről, de a koreai kortárs művészetről is a legavatottabban tud beszélni. Ő az ELTE művészettörténészeként a távol-keleti művészetek, különösen Korea és Japán művészetében otthonos, úgyhogy kérem, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen a bevezetőt. Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket, akik az esős idő ellenére eljöttek és részt vesznek ezen a megnyitón. De amikor itt bejönnek a kiállító térbe, egy egészen különleges élményben lehet részük a művésznő festményei láttán. Az egyszínűleg tűnő képek felületein apró, dinamikus, színes csíkok tűnnek elő a képek felső régióiban, harmonikus egyensúlyt teremtve a képek nagyobb részét meghatározó alapszínnel, amely az itt kiállított képek esetében a legtöbb esetben a fehér szín. Érdekes játékosság, vitalitás jellemzi a képeket. A repetitívnek tűnő színes foltok organikusan, természetes spontaneitással jelennek meg a képeken. Ha közelebb lépünk a festményekhez, a felületek nagyon izgalmas munkamódszerrel árulkodnak. Kiderül, hogy az alapszín tulajdonképpen nem is alap, hanem a képek felső felületének, legfelső felületének színe, a tarka színek pedig nem egy síkban, hanem több rétegben, különböző mélységekből tűnnek elő a felső felület alól. A bevésett csíkok és foltok szélességüktől és mélységektől függően az egymás mellé került színekből különböző kontrasztokat és színkompozíciókat mutatnak, mozgalmasá, élettelivé téve a képek felületét. HUR Kyung-Ae a művész, tehát mindaz, amit hosszas munkával gondosan felépített, a színeket, a rétegeket elkezdi lebontani, lehántani. Munkamódszere hasonlít a régész, illetve a szobrász módszereihez, de itt az alapot nem a természetben talál, vagy a történelem folyamán felépített emlékek képezik, hanem a saját maga munkája. A vászonra alapos átgondolás után felépített színek megszilárdult festékrétegei. Ezek a lehántott festékrétegek a földre lehullva, felhalmozódva, újabb gondolatokra és további művek létrehozására inspirálják a művészt, aki ezen festék hulladékokat összegyűjtve újra felragasztja a képeire, mint például ebben az esetben, amit itt alul látunk, és úgy használja őket, mint plasztikus formákat, illetve azokból újabb formákat alkot, amelyeket önálló művekként vagy installáció formájában újra felhasznál. Utalva egy korai vidékeken elterjedt mondásra, amit a művésznő mondott el nekem, hogyha tetszik egy kép, akkor ezt az evéssel is kapcsolatba szokták hozni. Így a művésznő koreai ízteményekre és más édességekre utaló, azokra emlékeztető formákat készít a képekről lehántott színekről, illetve a lehántott festékrétegeket kötegekbe kötve, mint szivárványt fotózza sötét tájképi hátterek előtt. Van, amikor a szín, mintha letekeredne a képeiről, gombolyabb formájában ereszkedve le a kiüresedő keretből. Konstrukció, dekonstrukció, egyszínűség és élénk színek.
Röviden így lehetne jellemezni ezeket a különleges, a festmény és a szobor műfaji határait súroló műveket. Azok számára, akik valamelyest ismerik a koreai kultúrát, akik láttak hagyományos koreai épületeket, textileket, hagyományos öltözeteket. Például itt Magyarországon ismereteket szerezhettek a mostanában népszerűvé váló történelmi témákat feldolgozó, hogy egyre népszerűbb koreai tévésorozatokból, vagy az elektronikai termékeket hirdető reklámanyagokból, azok rögtön megérezhetik, hogy az itt kiállított festményeknek valami közük lehet Koreához, a koreai hagyományos kultúrához, még akkor is, hogyha abszolút kortárs művekről van szó. Miből érezhetők ezek a koreai sajátosságok? Mik jellemzik a koreai művészetet? Hogyan ragadható meg a koreai művészet lényege? Ezekre a kérdésekre, különösen a 20. század közepétől kezdve nagyon sokan művészek, művészettörténészek, gondolkodók próbáltak választ találni. A nyugatról érkezett festészeti technikák és anyagok felhasználásával is művészek több generációja kereste a koreai identitását, hogy a képzőművészet eszközeivel közvetíthesse a koreai hagyományos gondolkodást, érzéseket, de egyúttal kapcsolódhasson is a globális művészeti élethez. A 70-80-as években Park Sobo vezetésével a monokróm irányzat, a Tansekwa irányzat esetében érezhették igazán azt Koreában, hogy saját identitásokat megőrizve, mégis kortárs, modern, nemzetközi szinten is értelmezhető és kúrens művészetet tudnak létrehozni. Az ehhez az irányhoz csatlakozó művészek, Hachongkyung, Kim Kirin, Chongyongyong, Won Yungo, ők különösen kedvelték a fehér színt, és ebben vélték felfedezni a koreai hagyományos kultúra bizonyos jellemzőit. Felidéződtek a Csoszonkor kedvelt fehér kerámiája, ez a Pekcsának nevezett kerámia, de a keleti gondolkodásra is utalásként találtak benne. I.I. műkritikus az alábbi módon ír erről. Számunkra a fehér szín több, mint puszta szín. Ez egyfajta mentalitás. Fehér az univerzum színe, minden alkotás alapja. Később viszont többen vitatkoztak ezzel a gondolattal, azzal érvelve, hogy a koreaiság lényegét jobban kifejezik az egymás mellé helyezett élénk színek, a hagyományos öt alapszín, ugye a koreai kultúrában ez nagyon fontos, amelyek az épületek festésén, ezt ugye táncsongnak hívják Koreában, a jelesebb napok öltözetein, a népi festményeken, a minhwan, de a mindennapi életben is nagyon gyakran láthatunk, élesen megkülönböztetve a koreai kultúrát a kínai, illetve a japán kultúrák jellemzőitől. Hokyongyen művészete nagyon szépen feloldja a 80-as évek éles vitáit a koreai identitás festészeti kifejezésében. A fehér monokróm felületek mellett felvillantja a koreai kultúra színes elemeit, és egy igen különleges dekonstrukciós technikával felépíti, majd lebontja műveit, aztán újra felépíti a műveit, állandó mozgásban tartva az alkotást, miközben értékes esztétikai élményben részesíti a szemlélőt. Kívánom önöknek is, hogy ebben az élményben legyen részük, és élvezzék a kiállítást. Ezennel a kiállítást megnyitom. És köszönöm szépen!